hazai állattenyésztés területén lényegében a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés komplex technológiai rendszerére építve végezzük szolgáltató. Valamilyen anyagforgalmi probléma vagy valami más egyéb dolog állhat a háttérben. Az ivar, hogy most éppen melyik tenyérről van szó. És a rendszer tudja, hogy ő neki még... Különböző versenyszámokkal fogjuk játékos ügyességi... Mondták, hogy én túl szadista vagyok, azért ez nehéz lesz. Kérjük a következő csapatot. Volt verőhibájuk is, hát a verőhibákkal egy. Ádám, te megspék! És hova? Áll, úgy messzi haza! Messzi haza! Nem látom a kezeket, nem várom a beszélni! Nem látom a kezeket! Itt ezeknél a... Fábián Sebestyén. És van egy külön díjasunk is. Ezekkel a nagy sebességekkel. Hogy főleg ahol csapadékosabbak a körülmények, vagy éppen csak a kapcsolatban álló nagy gazdaságok, azért mi sokan használják a főnök fújja tömlős csomagolást is. Napokat tudunk akár spórolni a száradás alatt, ezt főleg a látékelőtös pályázat keretében elég sokan gondolkodás betakarítás során. Kétfajta
számsértő technikát, lényeges, mert a talajra a teljes kaszagerendei mentén azonos nyomorítás után beszállítás történik is a falkhoz is. Évetes győztése, Fádos Tavalyikák. És Sándor követő és a csapat világbajnok Nagy Tibor. De most azt is csináltam meg. Hello. Mennyire? 3-0. 3-0. Megvan a felfüsletük a kitartás. Uraim, kedves versenyzők, érdeklődő. A 5. ciklusát kezdheti meg május 6-án a Magyar Parlamentben. Versenyzőnek az előttünk álló napok megmérettetés. Itt kiválasztanak, lehet velük fényképet vagy mozgóképet készíteni. Bízom benne az elkövetkezendő időszakban is, és ennek jegyében számomra, hogy ezen a versenyen 90 versenyző adta. A parkoló pedig föntebb kerül, és ez azt jelenti, hogy egyből be tudnak jönni a hajtók a lihajtó négyszögbe. Olvas rendezvények szoktak megtörténni, és az Alföldi te is ezen már második éve, hogy nincsen semmilyen kilépés, hanem egyszerűen társ időszak. Én úgy gondoltam, hogy sokkal fontosabb, hogy ki legyen a tejtermelésre. Hál' Istennek itt csak nagyon röviden jeleznék. Isten, nincs életre légy is! Olvasni fogom, ez az irodalmi résznek a második ledek. Imádni fogjátok. Alföldi Géza írta ezt a tüneményesen. Hát mert ez gyógyszer. Ez gyógyszer. Ja, értem. Itt ez milliliterre kell menni a rendszerére. Figyeljetek már egy picit még. Csak bocsánat. Azt akarjon mindenki. Maybe.
igazából a tanácsának elnöke. Szeretném köszönteni. Székely Parról van viszítve, azt is sikerült ide kiállítani. Igen, ez rendes újságként jelent meg. Csak valaki begyűjtött. Utána a hatást, aki ugye gyűjtött. Ez egy zenekar volt, ez külön be volt hangolva. A mesterség az Jósván alakult ki. London. A 2013 évi nemzetközi verseny négyesedett kategória összetett győztese, úgy az Abrami Szörzsek, ő a Tunizsi Nagy Díj, ez a 2013-ban. És 10 óra 50 perckor pedig egy 100.000 kilós tehén avatása lesz a pajta előtt. És
Zürich. Polgármester úr, köszöntelek. Jó napot kívánok. Szervusz. Miniszter úr, köszöntelek. A mai napon is természetesen a kiállítók, a vásárosok, árusok. Odaálljunk már a lányok mellé. A két legszebb? Jó, tényleg! Megkérjük itt a hölgyek. Nagy Mágosló 17-essel, Kardos Noémi Kinga, 18-essel, Kun Petra, Opus Taszer, Kudvar hölgyei 18-essel. Másik hol van? DT? Jó, akkor ti, de várjál még Zsoltot, nézd meg először. Van két... És megy... Négy csodálatos hölgyet, és már is működik az egész. És akkor ehhez hány év kell? Hát a lovak fölneveléséhez, hogyha a mamát is beleveszük, akkor legalább 15 év. Hát nem tudja, hogy mit jelent, annak csak annyit mondok, hogy gyakorlatilag pulyka. Készítettek kapcsolatos oktatási intézményt megpróbál a minisztérium. Itt működni a térségben élő gazdákkal és gazdálkodókkal. Ennek reményében köszönöm meg mindenki. A lótenyésztőknek, a lovasoknak nincs egy olyan ember. Most sokat illeti. Ugye ott két szintén egy remek viták. Tehát most lesz, nem sokára szeptemberben Izsákon egy. Jó volt a edzői. Milyen kört kell fújni? Az a jó, hogy az állam kérdezik.
Thank you.